Eger a kezdetektől 25 éve pályázik a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen, és szinte minden évben kapott díjakat, elismeréseket. Részesült például miniszterelnöki díjban, Arany Rózsa díjban, kétszer fővédnöki külön díjban, 2006-ban pedig Magyarország legvirágosabb, legszebb településének választották. Eger az egy turizmusból a épülő város. Nagyon fontos, hogy milyenek a közterületeink, a parkjaink, milyen a lakókörnyezetünk, mennyit tudunk érte tenni, és talán elmondhatom, hogy mi egy picit megelőztük azért ezt a magyarországi versenyt, hisz egy évvel előtte, tehát 26 évvel ezelőtt már helyi versenyként, vagy helyi felhívásra már volt saját mozgalmunk, Virágos Egerért verseny. A települések zsűrizése komplex értékelés alapján történik, a működés üzemeltetés részleteire is odafigyelnek. Itt nem csak a virágokról van szó, vagy a zöld terület fenntartásról, hanem a környezetvédelem az oktatásnak a része, tehát azért is jöttünk el egy ilyen oktatási intézményben, a hulladékkezelés, a környezetudatos gazdálkodás, a non-profit szervezetek, illetve hát a gazdasági társaságoknak a szerepe. Tehát egy komplex dologról van szó, ami egyébként a zsűrizésnek a szempontjai megegyeznek a nemzetközi zsűrizésnek a szempontjaival is. A verseny egyik alapítója, Pollák Erika, a kezdetektől figyelemmel kíséri Eger változásait. Azt mondhatom, hogy a város ismét szépült, és az, hogy újabb és újabb területeket vonnak be a környezet szépítésébe, külsőbb területek is megújulnak, ez nagyon pozitívnak dolognak tartom, hiszen Egernek egy nagy felelőssége van, hogy itt van az Egri vár, és mindenki az életében csak egyszer is el fog látogatni Egerbe, és egy nagy felelősség, és én úgy látom, hogy ennek a felelősségnek a város megpróbál mindenképpen megfelelni, és mindig egyre magasabb és magasabb fokon. A kezdetek óta ugyanaz a cél, egy kulturált és vonzó országkép kialakítása, fenntartható megoldásokkal, összefogásra ösztönözve a településen élőket. Idén egy jubileumi díjat is átad a szakmai zsűri, hiszen az országos versenyt 25 éve indították.